kultúra terejében is. És a kultúra egyik megtartó és hordozó ereje az a múzeum. És valóban ez a kiállítás nem unikális, és a kollégáimnak külön köszönöm a szolgáló munkatársaimnak, hogy ezt a szép programot összeállították számunkra, ami lehetőséget ad arra, hogy az egyik legfontosabb szegmensége a magyar turizmusnak, a belföldi turizmushoz kapcsolódó kulturális turizmus, így bemutathassuk. Hiszen önök is nyilván jól tudják, hogy a turizmus az elmúlt években töretlenül egyre szervészebb számokat mutat. Itt bár a fizikai ürömmel elmondta már, hogy milyen szép eredményeket mutat a Székesfehérvár, de ez országszerte elmondható, valamennyi kiemelt régió és nagyváros nagyon szép számokat mutat. És ami külön öröm számunkra, hogy ezek a számok kiegyensúlyozottan alakulnak, nem az összes statisztikai képben nagyjából 50-50% a külföldi turizmus aránya. Ez azt mondhatja, hogy mi magyarok is szívesen útra kerülünk, mi magyarok is szívesen belenézünk a múzeumainkba, szívesen leülünk ezt követően egy kávéházba vagy étterembe, és megmutatjuk mindezt a világnak. Mert mi mindannyian a turizmusban dolgozunk, azt hiszem nem akarjuk magunkról, hogy egyben egyfajta jó értelemben patriotizmusról is tanulságot teszünk, hiszen csak akkor tudjuk hitelesen képviselni azt, hogy ez miért jó, miért szép, miért érdemes ide jönni, hogyha mi magunk is erősen hiszünk benne, és szeretjük ezt a világot, annak a hazánkat. És ennek egyik olyan megtartó és fontos eleme a kulturális turizmus. Ez a turizmus különböző szakágai közül, akár van egy krémtől a krém, a kulturális turisták a számunkra ideális turisták, hiszen ők valóban múzeumokat és különböző kulturális intézményeket látogatnak, az azt jelenti, hogy várhatóan igényük van arra, hogy jó szálláson is töltsék az estét, ezt követően, vagy ezt megelőzően fogyasztanak is valamit abban a városban, és optimális esetben nem csak egy kütyűvágással térnek haza, hanem valami más is magukkal visznek, mint a városban, a város unikális gasztronómiai részéből, vagy a ott élő képzőművészet munkatárságát dicsérve választanak valami szép képet, szőnyeget, vagy egy elegánsan bekötött a bőrködési könyvet. Minden esetre, ha már ezt szabad ilyen világosan mondani, klasszikus turistaként jól fogyasztanak. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a csúcsréteg, amire valamennyi ország átsigózik. A közelmúltban volt egy nagy világkongresszus Szentpétervárban, és ott meghallgattuk a kürös rendeket, és bizony azt hallottuk, hogy mindannyian ezért az ideális turistáért versenyzünk. Hogy ez minket válaszol, mert nálunk legyen, minket dicsérjen és térjen vissza, hiszen ez a cél, ez a legbiztosabb marketing eszköz, az az elhangzott szó, amit mi hallunk a barátaitól, a ismerősünktől, amit az általunk követett influencer ajánl, az a legerősebb reklám, sokkal erősebb, mint bármilyen más marketing tevékenység, mert hitelessé tesz minket. Én ezért arra kérem önöket, hogy ez a study tour, amit mi a Magyar Turisztikai Ügynökség finanszírozunk önök számára, legyen egy ilyen alap, vigyék a jó hírét ennek a múzeumnak, és a ezt követően a Veszprémi múzeumoknak is, mert nagyon fontos, hogy a jó hír terjedjen, és önök ez a csatorna, az egyik ilyen csatorna, amin a hír terjedhet, úgyhogy ilyen értelme kérem, legyenek evangélisták, vigyék a jó hírét, és mutassák, hogy Magyarország valóban a csodát forrása. Köszönöm, hogy velünk vannak.